Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Böcskei Balázs, az IDEA intézet elemzője, és Pulai András, a publikus stratégia igazgatója. Jó estét, szervusztok. Estét. Hát kezdjük a legfrissebb hírekkel, a legfrissebb eseményekkel. Fővárosi közgyűlés döntése. Miről döntött pontosan a fővárosi közgyűlés? Picit a sajtóban is először össze-vissza jelent meg, hogy vétó lesz, Karácsony vétózott, aztán utána, hogy két határozat volt, az egyiket megszavazták, a másikat nem, aztán végül, hogy nincs is vétó tulajdonképpen. Ja, ami elfogadásra került a mai napon, az az előterjesztés, amely módosításra került, egy momentumos módosítással, amelyet a főpolgármester fogadott be a helyszínen. Ez a módosítás, ez mind Karácsony Gergely főpolgármester, mind pedig az későbbi napirendi ponton szereplő demokratikus koalíciós vétójavaslat. Tehát mind a kettő vétójavaslat, mind a kettő a vétó megindítására vonatkozik. Tartalmilag semmilyen különbség nincsen, jogilag vannak különbözőség a kettő között, jelentéktelen, tehát nem a tévénézőket érdekli ez a történet. Az előterjesztés módosításával ez felpuhításra került. Tehát nem az történik, hogy akkor a vétóról történt, hanem további feltételeket vár adott a kormánynak a főváros közgyűlése, noha a kormány egyébként ezeket a megállapodásokat a korábbi határozatok tükrében megszegte, de most a módosító adott. Mi van benne, mi az a felpuhítás, amit a Momentum javasolt, mert itt volt Fekete Győr András, és ő ezt mondta, hogy azért szeretnék, mert ezzel veszélybe kerül az a 40 milliárd forint, ugye a megállapodás szerint, ami a fővárosnak járna, vagy ígért egészségügyi fejlesztésre a kormány. Ezzel nagyon sokat bukna, nagyon sok kerület. Most itt előttem van a szöveg, amit elfogadtak. Budapest visszavonja az atlétikai VB megrendezéséhez adott hozzájárulását, amennyiben a kormány akár egyetlen, eredetileg a Diákvárosnak szánt területet is átad a Fudon Egyetem tervezett budapesti kampuszát fenntartó alapítványnak. Továbbá 2021. október 31-ig az Egészséges Budapest számára programnak a jegyében megérkeznek ezek a kerületi kompenzációk, amelyről most lehet jó hiszeműnek lenni, ezek meg fognak érkezni, hogyha ugye a pandémiát követően alatt nem érkeztek meg még szeptember 1-ig ezek a 2021-re tervezett pénzek. Ez a momentumos előterjesztés ezt a kiskaput nyitva hagyja. Karácsony Gergely előterjesztése nem tartalmazott ilyen kiskaput, ilyen, hogy is mondjam, lehetőséget a dolognak, és hogy mennyit ér ez az előterjesztés, az módosítás. Az eredeti az vétó lett volna a karácsonyféle határ, mert ez, amit én abból most vétó, olvastam, az nem vétó, abból, hanem egy... Igen, hanem abból vétó következik, de nem akarom az Andrást elrabolni az időt, már csak azért sem, mert ugye ma délután ugye olvashattuk a hírekbe, hogy pillanatokkal bejegyzésre került a bíróságon. A Fudán kérdés, illetve rögtön átpakoltak abba 14 milliárd forintot. Tehát ehhez képest a mai döntés, a vétó koncepció, meg ami történt a Fudán a mai napon, ez ilyen értelemben szinkronzavart okoz. Hát nem kicsit. Nem kicsit, de hát itt ugye ilyen politikai erőfitoktatást látunk most jelen pillanatban, és ez ugye az ellenzéki oldalról az előválasztásra való készülődésnek egy egyértelmű jele, és egyébként szerintem a Fidesz oldaláról is, ugyanis a Fidesz szerintem azt tapasztalta az előző előválasztásra, hogy nem nagyon tudott akkor a közbeszédbe beleszólni, és mindent az ellenzék vitt, maga felirányította a közéletet, és ezáltal egyébként az ő saját népszerűségét, alkalmasságát, ismertségét, stb. Növelte, és azt szerintem most a Fidesz ebbe igyekszik úgy beleavatkozni, nem úgy, ahogy sokan mondják, hogy meghekkel az előválasztást, hanem a saját eszközeivel, a saját politikai eszközeivel igyekszik beleavatkozni az előválasztásba. Ügyeket terel ide-oda, kérdéseket emel fel, kérdéseket vesz le, bizonyos jelölteket támad, más jelölteket kevésbé támad. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ezzel valójában egy nagy politikai játszmában vagyunk. Ez részben természetesen a főpolgármester is így gondolja és így csinálja. Másik oldalról pedig nyilván a Fidesznek az adekvát vagy inadekvát álláslépéseit látjuk el. Ugorjunk vissza egy hetet. Ugye volt a Demokratikus Koalíciónak múlt hét szerdán ez a bizonyos határozati javaslata, majd másnap állt ki Karácsony Gergely azzal, hogy bejelentette ezt a vétót. Aztán azt mondta, hogy ő abba a cicaharcba nem megy bele, hogy kitalálta ki ezt előbb. Gyurcsány Ferenc meg azt írta, hogy hát nincsen szerzői jog a politikában, és hát egyébként örülni kell annak, és gratulál Németh Erzsébetnek meg a DK-s polgármestereknek, hogy sikerült rábírni Karácsony Gergelyt a vétóra. Ezzel belekerült Karácsony Gergely olyan helyzetbe, hogy meg akarta előzni a Demokratikus Koalíciót, majd most egy olyan helyzetben van, ahol politikailag veszíthet ő az arcéléből. Ugye már Palkovics László egyébként nyilatkozott Csuhai Ildikó kolléganőmnek, azt mondja, hogy a főpolgármester úr kapálózik, nem tudjuk, mi történt, ez az egész komolytalan, nem szavaztatta meg a fővárosi közgyűlést végül a vétóról. Ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy az én fővárosi érintettségem folytán azért arra a kérdésre, mint hogy veszít-e és mennyit veszít ezen Karácsony Gergely, azért nyilvánvalóan nem tudok egyelőre, vagy nem kívánok erre
válaszolni, azonban az annál inkább fontos, hogy az, hogy ki jelentette be mikor és milyen, pont, milyen sorrendben, és ki előzött meg kit, és fordított esetben is így történt-e volna egy sem, ez bennünket, elemzőket és szerintem az újságokat egy percig érdekel. A kérdés az az, hogy vajon és az volt szerintem Karácsony Gergely kérdése is vélhetően, hogy a 2019. novemberében hozott fővárosi határozat, amely rendelkezett a Fudán, a közösségi közlekedés, a Fudán területe, Diákváros területe és minden meg annyi kérdéskör, amit a kormány egy kormányhatározatban támogatott az ottani határozatot, ahhoz képest megszegte a kormány a pozícióját, vagy sem. És azt látjuk a Fudán kapcsán, a Diákváros 4/5-ére tervezete, hogy megszegte. Mind a DK, mind a karácsonyi vonal ezen a vonalon. Nem véletlenül ugrottam vissza múlt szerdára, mert akkor ugorhatunk vissza június 15-ére, amikor a törvényt elfogadták. Miért most? Mi volt múlt szerdán, amitől a DK úgy döntött, hogy ezt a határozati javaslatot bejön, hogyha nem történt semmi? Most van először fővárosi közgyűlés. Eddig nem igazán volt erről lehetőség szavazni. És ugye elmondta a főpolgármester, hogy ő egy személyi döntésként ezt nem akarta meghozni, be akarta vinni mindenképpen a közgyűlés elé. Én biztos vagyok benne, és hogy ez szerintem se érdekli a nézőket, hogy most ki gondolt erre először, ki írta le ezt először egy sajtpesznire utána, ki csinált ebből, nem tudom mit. Tehát, hogy szerintem ez tényleg ez irreleváns, ez nem számít. Hogyha a főpolgármester ezzel nem értett volna egyet, akkor egyszerűen nem cselekedett volna így, ebben én teljesen biztos vagyok. Ugye említetted korábbi beszélgetések során, te is megkérdezted tőle, hogy akkor most az mikor várható, hogy ez bejelentődik. Ő azt mondta, hogy még nem tudja, még gondolkodik, stb. A megfelelő pillanatot várja ennek a bejelentésére, csak hogy nem történt semmi Szerintem két dolog történt. Az egyik az, hogy most van először közgyűlés, és most lehet ezt először nyilvánosan közgyűlésen megtárgyalni. A másik pedig, ahogy már említettem, elkezdődött a 22-es választási kampány, élesbe fordult a 22-es választási kampány, és a felek hát erre készülnek. Ugye az, hogy most ugye Palkovics miniszter Karácsony Gergelyt támadja, ugye az kérdés, hogy ez Karácsony Gergelynek jó-e vagy rossz. Mert hogyha mondjuk egy miniszter Karácsony Gergelyt támadja, vagy ott esetben a miniszterelnök arra kényszerül, hogy mondjuk a főpolgármesterrel szemben cicaharcot vívjon, és törvényhatározatokat terjesszen be, és stb. Akkor azzal azt is tudjuk gondolni, hogy hát bizony Karácsony nagy bajban van, mert a kormány ki akar vele babrálni, vagy azt is tudjuk gondolni, hogy hát bizony Karácsony az, akivel a kormánynak foglalkoznia kell, és ezzel egyébként őt emelik. Annak milyen üzenete van, hogy tegnap előtt azt mondom, hogy vétó lesz, és most meg nem, nincs vétó? Ugye nyilvánvalóan itt a, hogyha már itt elhangzott Fekete Győr András neve nem lévén fővárosi politikusként, hogy kell-e mérlegelnie a fővárosnak azt, hogy a sokadik megszegett ígéret után még kellene kiadni egy bizalmi megúszást. Hiszen erről szólna az, hogy ugye 2021. október 31-ig érkezenek meg az egészséges Budapest programjai. Itt a polgármesterek egy része a nyilvánosságban is. Nekem kicsit sajátos volt például a 8. kerület polgármesterének olvasni Facebook kommentjét, politikai vendettát, mind a két oldalt így címkézte meg. A vendettát egy kicsit más szövegkörnyezetben szoktuk használni, főleg akkor, amikor egy olyan polgármesterről és egy olyan ellenzéki önkormányzatiságról van szó, akiknek külön jogászokat kell arra alkalmazni, hogy a sajtópereket tudják kezelni. Akik nulla fejlesztési kompenzációt kapnak a Covid után, akik a működési támogatásokat nem kapják meg. Vajon megvan-e ezek után a bizalom, a kormányzat után, hogy akkor meg kell tovább is adni nekik ezt az egy hónapot, bár 9 hónapig nem jön pénz, és akkor a vétót ilyen értelemben jegeljük. Ez egy politikai döntés, mi ebben nem tudunk állásfoglalni. Tehát ettől jönni fog. Ez az, amit nekünk nem kell mérlegelnünk, csak igen, de hát elemzőként azért az lehet mérlegelni, amit én kérdeztem, hogy politikai értelemben nem veszíte ezen Karácsony Gergely, és nem azt a bizonyos teljesen alkalmatlanságát mutatja, amit ugye rásütöttek 2018-ban, 2019-ben folyamatosan. Ugye és sikerült? Fel kell tennem egyébként ebben a stúdióban elhangzott rettentő fontos kérdés, mert ugye nem sikerült. Tehát, hogyha sikerült volna, akkor nem Karácsony Gergely most a főpolgármester, és nem ő lenne az egyik esélyes miniszterelnök jelölt. Én azt látom, hogy ez az alkalmatlan jelző, ez Karácsony Gergelyről lepereg. Elsősorban egyébként azért, ezt tudjuk a kutatásainkból, hogy egyszerűen nem gondolják alkalmatlannak sem egyébként a főpolgármesteri tisztségre, sem pedig a miniszterelnöki tisztségre a választók. Tehát ilyen problémája Karácsony Gergelynek nincs. És attól, hogy ezt a Fidesz elismételgeti, attól hát ez így nem működik. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen teflon Karácsony Gergely, és ez így egyszerre lepereg róla. Nincs, nem megalapozott ez a típusú támadás szerintem. De egy gondolatot még csak úgy tűnik, hogyha a polgármesterek ebben az ügyben
és a feszültség lenne a főpolgármester között. Azért szerintem valahol mérlegelhető az is, hogyha vannak kerületek, amelyek fontosnak tartják azt, még az egészségügy stabilitását, mint pont az említett Józsefváros esetében. Bele tudok helyezkedni abba a politikusi pozícióba, akinek annyira fontos a fenntartásra követi egészségnek, hogy még egy szalmaszálat ad a kormányzatnak, hát ha belekapaszkodik és megoldja ezt a bizalmi válságot. Vagy kötöm magamat az eredeti választói felhatalmazáshoz, miszerint, hogyha van nincs diákváros, akkor vétó van. Ez egy olyan dilemma, ami ugye két rossz megoldás, vagy kettő jó vagy rossz, most már ez az lényeg, hogy én sem tudom, hogy most jó vagy rossz a jelző, tehát ezek mind a kettőt lehet mérlegelni, ha ez a pénz megérkezik adott esetben október 30-án, nem mernék a saját pénzemen fogadni, akkor ez a kérdés, ami az előbb elhangzott, azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jó taktikázásnak bizonyult a főváros részéről, felelős előremutató döntés. Igen, egyetértek, tehát hogy valójában ezt a végeredmény fogja megmondani, hogyha ezzel sikerül Karácsony Gergelynek az egyik, vagy a másik, vagy mindkét ügyben, vagy mind a három ügyben célt elérnie, meg a fővárosi közgyűlésnek, ugye, aki ezről eképpen szavazott, akkor azt fogjuk mondani egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, vagy egy év múlva lehet, hogy nem, tehát fél év múlva, hogy hát megérte. Hogyha nem, hogyha csak kettő sikerül, akkor is azt fogjuk mondani, hogy megérte. És szerintem nagyjából ez a max, hogy vagy három sikerül a három ügyből, vagy pedig kettő. Na, ugorjunk egy témát, mert kifutunk lassan az időből. Stop Gyurcsány, stop Karácsony. Elindul ez a petíció. Egyrészt szerintetek mi értelme, miért most indítják ezt a petíciót az előválasztás közben? Hát az előválasztásra adott választ. Tehát ugye tele vannak a városok, falvak is néhány helyen ellenzéki standokkal, aláírásgyűjtésekkel, van egy utcán is jól látható, nyilvánosságban is látható aktivitás, és a Fidesz ezt igyekszik ellensúlyozni, és igyekszik ellenpontozni. Ez ugyanaz, amit a műsor elején is mondtam, hogy az előző előválasztást tétlenül végignézte a Fidesz, és azzal akkor sokat vesztett, most igyekszik különböző eszközökhöz nyúlni, és szerintem ez az egyik, ugye az egyik válasz, ugye ez a népszavazás körüli ügy, meg a Fudán körüli ügy, meg a Diákváros körüli ügy, a másik pedig szerintem ez, nem zárom ki, hogy még egyébként lesznek más válaszok is. Az elemzőknek gyakran figyelmeztetik arra, hogy a maguk is a nyilvánosságot, hogy a választásokhoz közeledve figyeljék csak a biztos szavazó pártválasztók változását. Szerintem ebben az esetben, hogyha a Fidesz táborról beszélünk, akkor ez már most is érdemes figyelni. Ennek a tábornak nagyon fontos a kormányzó pártnak az 50% körüli támogatottságával forduljon rá a kampányra. Ez azt jelenti, hogy ez a tábor ég, ez a tábor egybe van, a peremszavazók beljebb vannak, a magszavazók tűzben vannak, ez az 71% vagy az 50% a biztos pártszavazó az aktivitás mutat. Nekik ez a céljuk. Tehát igaz az, hogy nem kell néznünk novemberben, de a Fidesz táborról van szó, akkor néznünk kell, és nekik szól ez a kampány elsősorban, mert pont. És hogyha már itt tartunk, akkor nekünk fog megjelenni pár preferenciás adatunk az elkövetkező napokban. És... Hát pont ezt akartam kérdezni, mert hogy a legfrissebb a Republikuné, és erről is beszéltünk volna, hát nem csak a Republikuné, mert tudom, hogy másiról nem szerettek nyilván annyira beszélni, de ugye hosszú idő után mértek változást, hát 1%-os, tehát mondjuk azért az minimális, vagy hiba határon belül, de nektek akkor hát ki hasonlót mértek? Nem mondanám el, a friss adatokat népszavában fognak megjelenni, de nincsen meg a Fidesznek az 50%, azt egyértelműen el tudom mondani, tehát ilyen szempontból az aggodalom a Fidesz részéről az indokolt, és mi az elmúlt hónapokhoz hasonlóan egyébként továbbra is enyhe ellenzéki vezetést mérünk, a részleteket azok a tényleg majd pár nap múlva. Szerintem, hogyha a Fidesz így fog ráfordulni a választásra, akkor mondhatjuk azt, hogy egy kiegyenlített verseny lesz a áprilisi választás, hogyha érdemben veszít, akkor egyértelműen az ellenzék az, aki a esélyesnek tűnik. Balázs, ti miértetek? Most nem tudom, hogy... Jelenleg zajlik az adatfelvétel, azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban olyan hiba határon belül az intézeteknek a saját méréseik egymás követően. Szerintem azok az adatok, amiket érdemes lesz nézni, azok az előválasztás nem is másnapján, meg egy hétre rá, hanem a lecsengési szakasz után lévő. Szerintem a decemberi adatok fognak azokról az esélyekről beszélni, amiket az András itt már fölvázolt. A mozgás az mitől lehet, ez a bizonytalanok? Ugye a Republikon ki is hangsúlyozza, hogy 24%-os, tehát nagyon kevés, tényleg kevés a bizonytalanok száma, sokkal kevesebb, mint Az elmúlt hónapok kutatásáról tudok beszélni, nyilván egy kicsikét kizumolva a trendet nézve, azt látjuk, hogy az elmúlt egy évben nálunk is kb. 10-12% ponttal csökkent a bizonytalanoknak az aránya. Tehát ez nem ebben az egy hónapban történt. Egyébként most nyáron kicsikét feljebb ment, de ez egyébként természetes. De hogy ez szerintem
Ez egy érdekes fejlemény, mert a bizonytalanoknak a csökkenése az megjelent az ellenzéki oldalon plusz szavazóként, tehát az ellenzék tudta ezeket a szavazókat kizárólagosan behúzni, és ugye a mi méréseink szerint ezek szavazóknak a túlnyomó többsége egyik párthoz sem köteleződött el, hanem úgynevezett ellenzéki szavazó, aki az összefogott ellenzékre szavazna, és nem valamelyik ellenzéki párt. Tehát ő várja a kimenetet, és ugye itt jön be, hogy valójában igen, ezt az év végén fogjuk pontosan látni, hogy az új státusz quo az vajon mi lesz, vagy lesz-e új státusz quo a most meglévő státuszkóhoz képest. Csak annyiban, hogy ezek a bizonytalan szavazók nem is olyan bizonytalan szavazók, mint a kifejezésről következik, ezek egykori Fidesz szavazók, perem szavazók, akik most visszataláltak a táborba, és olyan ellenzék, akik elkezdtek hinni a kormányváltás esélyben. Tehát nem az a klasszikus, nagyon nehezen megszólítható bizonytalan szavazók. Ezt egy nagy alternatíva. Böcskei Balázs, Pulai András, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.